Sziasztok, Kömke vagyok. Ez egy újabb mono podcast lesz. Úton vagyok szokás szerint. És beszereztem egy nagyon jó fülest, ami elméletileg aktív zajszűrős, így normálisabb minőséget várok el tőle, mint a korábbi utazási adásoktól. Hát, ha egy kicsit sikerül több normális minőségű podcastet gyártanom. Bár továbbra is csak egyedül vagyok, illetve néha a vész bele dumál majd a mondandómba, de lényeg az, hogy monoadás következik. Amiről beszélni szeretnék, az építőiparban elterjedt, nagyon régóta elterjedt jutalékos rendszer, illetve hát visszaosztásos rendszer. Mindenkinek ismerős 10%, 20%, ugye bár volt egy időben a Mr. 20%, az egyik politikus, mindegy, független együnkettől. Ami miatt ez nekem most szóba kell, hogy kerüljön, az az, hogy a telefonomon, tehát ami publikus telefonszám, azon körülbelül fele arányba hívogatnak teljesen ismeretlen kivitelezők, teljesen mindegy, hogy köműves, ács, burkoló, bármi, festő, hőszigetelő csapat, hogy adjak nekik munkát. Higgyem el, hogy ők nagyon jól dolgoznak, és mind a ketten jól járunk, ez a legfőbb hívó szó. Van napi 50-70 nem fogadott hívásom, van, amikor általában hétfőnként ez 100 fölé is megy. Kezelhetetlen mértékű az egész, tehát ezért nem is lehet engem elérni telefonon, legalábbis azon a telefonszámon, mert nem tudom kezelni. Tehát ha mindenkit visszahívogatok, és végighallgatom a litániáját, vagy mire lerázom, MLM-esek, ilyen ügyfélszolgálat, csak egy kérdés, van egy repedés a falon, mondja meglátatlanból, hogy mit csináljon vele, stb. Borzasztó idő elmegy. Tavaly ősszel teszteltem, hogy felvettem minden hívást, és 4 óra 50 percet beszéltem aznap a telefonon. Úgyhogy minden hívást fölvettem, és ennek a 10%-a volt releváns számomra. Az összes többi az csak ez a valamivel berángatásos dolog. Térjünk vissza erre a visszaosztásos dologra. Én amikor 26 éve elkezdtem a szakmát gyakorló építészként egy idősebb építész mellett, nevezzük Lajosnak az építészt, családi házakat terveztünk sorba, mivel hogy én már akkor elég profi szinten dolgoztam az Archicaddel, és az akkoriban azért nagyon nagy, nem is az, hogy nagyon nagy szám volt, hanem nagyon fel tudta pörgetni a munkát. Egyrésztről, mert 3D-ben terveztem meg már a vázlatokat is, tehát jobban tudtunk vele vevőket, ügyfeleket becsalogatni. Másrésztről pedig sokkal egyszerűbb volt átrajzolni bármiféle javítást, hiszen nem kellett pausszal, tussal, tusradírral és pengével, egyebekkel szórakozni. Rettenetesen meggyorsította a folyamatot. Szó szerint okáttuk ki magunkból a terveket, amiket Lajos alatt rajzolgattam, már akkor is tervezgettem. Lajosnak csak a tervezés csak az egyik profilja volt. A másik az, hát nevezhetjük tervezői művezetésnek, bár akkoriban nem ez volt a megnevezése, hanem felelős műszaki vezetés. Akkoriban építési engedélyeket kértünk, és kellett egy felelős műszaki vezető minden egyes projektre. Ez lehetett már akkor is a kivitelező, de viszonylag ritkán volt az. Általában a tervezőt kérték fel felelős műszaki vezetésre. Akkoriban még én is vállaltam ilyet. Az a lényeg, hogy kellett a végén valaki, aki aláírja, hogy az épület terveknek megfelelően is megfelelő minőségbe készült. Na most Lajosunk azt is felajánlotta a tervezés mellett, hogy hát természetesen viszi ezt a felelős műszaki vezetést, és hát, hogy nem, tud ajánlani kivitelezőket is. Ha nem azt a kivitelezőt választották a megrendelők, akit ő ajánlott, akkor kért egy találkozót azzal a kivitelezővel, és hát megmondta nekik pacekba, hogy gyerekek, gyakorlatilag azt csináltok, amit akartok, de én kérem a 10%-omat. Ennek a következménye eléggé beláthatatlan, és rohadtul vastag bőrt kíván
az embertől. Egyrésztről én azt tapasztaltam, hogy amint eltérés volt a tervtől, vagy rossz minőségű munkát végzett a kivitelező, bármilyen ok folytán, Lajosnak nem volt ráhatása a kivitelezőre, mert hogy érdek kapcsolatban voltak, tehát nem mondhatta azt, hogy már pedig ezt a falat, vagy ezt a tetőt bontsd vissza, mert szar, vagy nem a tervek szerint építetted, hanem elkezdett mismásolni, és megpróbálta a kivitelező felé hajtani az egészet a megrendelő kárára. Mi, hogy én ott voltam alatta tanoncként, hát nagyon sokszor, amikor probléma merült fel, akkor én voltam kiküldve előőrsként, és hát rajtam csapódott le minden. Tehát a megrendelők dühe vagy értetlensége, illetve a kivitelezők részéről az értetlenség, hogy hát én miért akarok bármit is visszabontatni velük, amikor a Lajos nem ezt szokta. Nem voltam még 20 éves, rettenetesen frusztráló volt, és a való életből egy rettenetes nagy pofon. Amikor aztán így a Lajostól már függetlenedtem, és elkezdtem tervezni önállóan, illetve nem sokkal utána kivitelezőként is dolgoztam, tehát generál kivitelezőként meg mindenként, akkor szembesültem én is ezzel, hogy hát ez így általános jelenség az építőiparban, tehát nem csak a Lajos szoktatta rá erre az embereket, hanem ő csak, hogy mondjam, belelógatta a lábát a meleg levesbe, és főtt a többiekkel együtt. Tehát ha találkoztam egy tök ismeretlen kivitelezővel, aki nem ismerte Lajos, nem ismert engem korábban, minden további nélkül 10% jutalék, ez így már csúszott is azonnal. És hát kialakult ugyanaz a kényelmetlen szituáció, hogy hát ha szólni kell, akkor nem lehet szólni erejjel és ráhatással, hanem egyszerűen alkudozni kell és lavírozni az érdekek között. Nem mondom, hogy nem voltam ebbe benne én is az elején, de nagyon-nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a dolog. Elég hamar akkoriban meg is szüntettem a kivitelezési részlegemet. Egyrésztről tervezésből nagyon sok munkám volt, másrésztről voltak más vállalkozásaim, és a kivitelezésben nem az, hogy nem láttam a fantáziát, mert azt azért el kell ismerni, hogy borzasztó mennyiségű pénzt tud keresni az, aki ilyen szinten a hierarchia ezen fokán van, mint én voltam, vagy én tudok lenni. Ezt nem tagadom. Nem tudom, nincs elég vastag bőr a pofámon, hogy én ezzel együtt tudjak élni. Azt azért tisztázzuk, hogy ha nem is 10%-ot, de egy jelentős mennyiségű pénzösszeget kifogok préselni a projektből, de azt teljesen legálisan, és hát megrendelőként te fizeted. Ugyanis én rászoktam arra, hogy tervezői művezetést vállalok, teljesen függetlenként, bocsánat, nagyon fontos, csak saját projektnél. Tehát amit én terveztem, mert ott látom elejétől a végéig az egészet, ott tudjuk az erőviszonyokat letisztázni, elnézést, de én másnak a szarába, a kellős közepén a projektnek nem lépek bele úgy, hogy utána rajtam csattanjon az ostor, meg én legyek utána a minden, nem lehet így csinálni. Vagy az elejétől, vagy sehogy. Ez is egyébként az hosszú évek tapasztalata, hogy nem szabad belelépni és mások szarát lapátolni. Egy életem van, nem fogom pazarolni ilyen, hát számomra, nem az, hogy hülyeségekre, de számomra olyan projektekre, amik egyszerűen lélekölőek. Visszatérve tehát a 10%-ra, a telefonhívások nagy része az arra vonatkozik, hogy hát elég ismert vagyok, az én nevemmel azért elég jól el lehet adni egy-egy kivitelezőt, vagy egy-egy projektet, és a kivitelezők ezért tudnak jobban pörgetni, drágában tudnak dolgozni, stb. Stb. Hála Istennek van sok tervezési munkánk, a 2022-es évünk az haláleset és egyéb dolgok miatt az nagyon tragikus volt. Fel is függesztettük a tervezést teljesen, mert egyszerűen szétesett a cégnek ez a tervezői részlege. Aztán idén felvettük ismét a fonalat, és hála Istennek továbbra is vannak új házaink is,
bővítés is, átalakítás is, felújítás is. A lényeg az, hogy ha én megtervezek egy projektet, annak van egy árazatlan költségvetési kiírás része, ez egy több oldalas, esetenként 30 oldalas Excel táblázat, amiben tételesen le vannak írva a munkanemek, négyzetméterekkel, köbméterekkel, mennyiségekkel, ezt kérjük beárazni minden kivitelezőtől. Nekem régiónként vannak olyan kivitelezők, akiket bátran merek ajánlani, mert tudom, hogy nem basszák át az embert, mármint a megrendelőt, se pénzügyileg, se munkaminőségben. Ezek olyan kivitelezők, sokkal már 10 éve együtt dolgozok, nagyon sokat, mit tudom én, két projekttel ezelőtt ismertem meg. Nekem teljesen mindegy, hogy a kivitelező az általam ismert ember, vagy egy teljesen ismeretlen ember, akit a megrendelő akasztott le valonnan a szögről. A lényeg az az, hogy tudják, amikor én oda megyek, akkor végignézem, és miért van eltérés a tervtől. Viszont a legelső nulladik lépés az az, hogy bárki is a kivitelező, akkor le kell tisztázni az erőviszonyokat. Tehát a kivitelező csinálja a tervek szerint, nem önállóskodik, és minőséget természetesen az elvárható szintet kellene hoznia, de a lényeg az az, hogy a tervektől nem térünk el. És nem azért nem térünk el, mert én ennyire fafejű vagyok, és ragaszkodok ahhoz, hogy egy rohadt nyílás az ne 85 centire legyen a faltól, hanem 97-re, ahová én jelöltem, hanem azért, mert mindennek oka van. Lehet, hogy ott van mellette egy kémény, ami miatt nem lehet 85-re az a rohadt ablak. Vagy nem lehet kinyitni a spalettát a falra, mert kilóg az ablaksíkból. Ezeket egy köműves nem látja át. Én komplexen kell, hogy lássam a projekteket, és erre azért azt kell mondanom, hogy eléggé büszke tudok lenni, hogy a gépészettől, a villanyszereléstől, a szellőztetőrendszertől elkezdve a köműves és az ácsmunkán keresztül végig tudok tervezni és végig tudok gondolni egy projektet családi ház szinten, úgy, hogy ezeknek, tehát meglegyenek a szellőzőcsöveknek az álmennyezeti tere, hogy hol lehet elhúzni, meglegyen a gépészetnek a szükséges hőszigetés vastagsága, amiben lehet húzni, stb. Stb. Ezek végig vannak gondolva. Viszont pont ebből fakadóan egy adott szakági kivitelező az nem tudja, hogy az miért van úgy. Csinálja meg a tervek szerint, mert számomra az a lényeg, mert mindennek van egy második, harmadik, negyedik összefüggése. Ami miatt, ha eltérünk, akkor vagy nekem kell áttervezni az egészet, vagy pedig nem lesz jó az épület. Mondok egy példát, van egy épület bővítésem, tetőtérbeépítéssel mindennel együtt, új tetőszerkezet, az ácsok felrakták a szarufánkat, direkt megkértem az ácsot, teljesen ismeretlen ács volt, telefonon beszéltünk, éppen külföldön nyaralt, mondtam neki, hogy figyelj, mielőtt elkezditek felállítani a szerkezetet, szóljál, kimegyek, és átbeszéljük, hogy mik az irányelvek. Van egy meglévő épületünk, a főépítész azt kérte, hogy a két utcafronti homlokzati ablak fölött legyenek a tetősík ablakok. Na most az ács nem oda rakta, hanem arrébb. Mert hogy egyrésztről nem a tetőszerkezeti tervet nézte, hanem a homlokzati terveket, ráadásul az engedélyezési tervet, nem is a kiviteli tervet, mindegy rossz helyre rakta. Megrendelő, hála Istennek, kiugrott, ők ott laknak egy pár percre, küldött egy fotót, mondtam, hogy ácsi, ez így kurvára nem lesz jó. Másnap kimentem, megbeszéltük az áccsal, hogy vagy kiváltókat rak be a tetősik ablakokhoz, és helyére kerülnek az ablakok, tehát az alatta lévő földszinti ablakok tengelyébe kerülnek a tetősik ablakok, vagy pedig szétcsavarozzák azt a öt szarufa állást, és szépen szétpakolgatják, ahogy azt kell. Megcsinálták szó nélkül, nem volt vele gond, oké, plusz egy nap elment, de ez kellett. És az a baj az ilyennel, hogy bele lehet nyugodni abba is, hogy az a tetősik ablak nem az alatta lévő ablakok tengelyébe kerül,
De egyrésztről szarul néz ki, ami oké, lehet szubjektív is, nagyon ritkán lehet látni egymás fölött a négy ablakot, de egyébként ennél az épületnél pont lehet látni. De ez egy hatósági kérés volt, és jó lenne azért nem rángatni az oroszlán bajszát. De mondhatok egy másik példát, másik ház, komplex bővítés, felújítás, mennyezetfűtés készül. A gépésznek az volt a könnyebb, illetve hát ő azt kérte a gipszkartonosoktól, hogy figyelj, rakjátok már 15 centire az álmennyezeti síkot, mert nekem ott még a fűtési gerinceket el kell húznom, és nekem úgy kényelmes. Hát igen, csak ezzel az álmennyezeti magassággal meg lementünk bőven 250 alá magasságilag, vagy lementünk volna 250 alá magasságilag, belmagassággal, ami teljesen nonsens, csak azért, mert a gépésznek így könnyebb. Nem, nincs ilyen. Tehát van 8 vagy 9 centi álmennyezeti terünk, amiben ott van a 2-3 centi profil, oké, nehéz behúzni, tény, a gerincvezetékeket, meg küzdeni kell vele, de be kell húzni, meg kell oldani. És nem érdekel, hogy hogyan, mert fizikailag ott van a helye a csőnek. Igen, oda kell figyelni, hogy ne keresztezzen se villanyvezetéket, semmi egyebet, de meg lehet oldani. És nem fogok még 7-8 centit elvenni egy nagyon alacsony belmagasságú beltérből azért, hogy a gépésznek kényelmesebb legyen. Meséltem már másik podcastemben, talán vagy videómban. Egy pár évvel ezelőtt volt Szegeden egy új háztervezésem, le is jártam művezetni, Gödöllő Szeged, nem kevés idő, nem kevés távolság, nem kevés pénzbe került a tulajnak. Terveztem bele egy körülbelül 3x3-as gépészeti helységet, ami mosókonyha is volt egyben. Hőszivattyús fűtés, puffertartályok, indirektároló, stb. Stb. A puffertartályokat, az indirektárolót, meg a hőszivattyúnak a beltéri egységét, azt én szépen, anyátokat, hogy nem tudtok vezetni, szépen felfűztem így elalakba a külső főfal meg a belső főfalhoz, mondván, hogy ott elfér, és a másik elalak az megmaradt mosókonyhának egy ilyen kézmosószerű, áztatós jellegű mosogatóval a háziasszonynak, szárítógép, mosógép, stb. Valamint középpen maradt volna, illetve úgy szántuk, hogy marad neki hely teregetni. Ez egy tök jó kiosztású gépészet mosókonyha egyben. Hív a tulajdonos, hogy hát van egy kis zűr a gépészekkel, mert hogy ők középre berakták a gépészetet, mert hogy csak úgy lehet szerelni. Mondom, micsoda? Hát úgy képzeljétek el, hogy a puffertartályokat, a hőszivattyú beltéri egységét, meg az indirekt tárolót, meg a tágulási tartályt, egyebeket berakták a 3x3-as helység kellős közepére, azért erre hivatkoztak, mert így lehet csak szerelni, mert így körbe lehet járni és lehet szerelni. Na aztán lementem, mondtam nekik, hogy oké, gyerekek, akkor most szépen rászálljátok ezt a két napot, szétszeditek az egészet a picsába, és berakjátok a fal mellé. De azt nem lehet megoldani. De meg lehet oldani. Berakadtam már indirekt tárolókat, meg az egész hőszivattyú fűtési dolgait lépcső alá is. Ott is plüszkölt a kivitelező gépész, mert hogy nehéz szerelni meg minden. Nem érdekel. Egyszer kell megoldani, nem fogunk elveszíteni több százezer forintos hasznos négyzetmétereket azért, hogy a gépésznek kényelmes legyen. Szó mi szó, Szegeden szétszedettem az egészet, berakták rendesen, pufogás volt, morgolódás volt, megcsinálták. Megmondtam, addig nem lesz kifizetve az egész, amíg ez meg nem történik. Na most képzeljétek el, hogyha bármelyik kivitelezőnél én kapom azt a 10%-ot, vagy bármennyi összeget, azért, hogy mindenki jól járjon. Igen, mindenki jól jár, a kivitelező is, meg én is, csak éppen a megrendelő nem. És most nem akarom magamat szenté avatni, mert nem erről szól az egész, mert nem vagyok én sem a pénzem ellensége, csak én szeretek nyugodtan aludni, és szeretem azt, hogyha kontrolláltan történnek a dolgok, és nem mindenki megy a saját hülye feje után. Hála a jó égnek a tervezésből, a háznézésekből és a tervező művezetésekből én megkeresek annyi pénzt, hogy fú, ez nagyon nagy képen fog hangzani, de nincs szükségem arra
az akár esetlegesen pár millió forintra, ami becsúszna a kivitelezés 10%-aiból. Tényleg bejönne egyébként, mert van olyan ismerősöm, aki ezt csinálja, évek óta, évtizedek óta, Lajossal is beszéltem egy pár éve, és még mindig ezt csinálja. Nekem nincs elég vastagbőr a képemen. Viszont pont ebből fakadó, ahogy én így dolgozom, és ennyire komplexen nézem át a dolgokat, egyrésztről a tervezési díjaim meglehetősen magasak. Másrésztről a tervezői művezetésre alkalmanként kérek egy összeget. Nem szoktam nagy összegeket kérni, tehát én úgy számolok általában, hogy egy órát töltök a munkaterületen, meg a kiszállási költség, tehát most legyen mondjuk halásztelek, ott megy egy projektem, 40 ezer forintot kérek egy kör tervezői művezetésért. Ez van, amikor 5 perc, mert tényleg 5 perc alatt lerendezem a dolgot, van, amikor meg másfél óra, mert ott van több kivitelező, és egyeztetünk, átbeszéljük, vitatkozunk. Ami még fontos, hogy a futó projektjeimnél a kivitelezők engem elérnek egy másik telefonon, és mindig mondom nekik, hogy kérdezzetek 50-szer, inkább kérdezzetek, mint utána menjek és bontassak, mert abból mindig a veszekedés van, meg mindig a szájhúzás van. Konklúzió igazából az az, hogy kedves kivitelezők, hiába hívogattok tök ismeretlenül, nem fogok senkit ajánlgatni, akit nem ismerek és nem ismerem a munkáját. Egyébként azok közül, a kivitelezők közül, akiket szoktam ajánlani, sajnos van egy-kettő, aki egyszerűen kihullik a rostán, én azt szoktam mondani, hogy elkurulnak idővel, mert hogy azt képzelik, hogy hát akkor mindent lehet, annak ellenére, hogy mondom, nincsen közöttünk semmiféle érdekviszony, de hogy vagy annyi munkájuk van, amivel megengedhetik maguknak ezt a szemtelenkedést, vagy pedig egyszerűen csak úgy gondolják, hogy együtt dolgozunk már 10 éve, és minden következmény nélkül akkor bele lehet rúgni a másikba, akár munkaminőségbe, akár pénzügyi dolgokba. Nem szeretem. Tehát én inkább mondom azt egy megrendelőnek, hogy bocs, ezen a környéken nem tudok kivitelezőt ajánlani, mint hogy olyan szakit ajánljak, aki rosszul végzi a dolgát, vagy átbassza az ember. Ha ez visszajut a fülembe egy általam ajánlott kivitelezőnél, akkor utána fogom tudni azt mondani, hogy nem ajánlom többet. Tehát nem mondom azt, hogy mindenki szent, akit én ajánlok, jobbak közül való, munkaminőségben és megbízhatóságban is. De pont ebből fakadóan ismeretlen embereket nem fogok ajánlani. Nekem mutogathat referenciákat, rohadtul mindegy, mert nekem nem az számít. Nekem az számít, hogy amikor találkozok egy ismeretlen kivitelezővel, akkor milyen a hozzáállása, milyen a szakmai tudása, nagyon-nagyon fontos, ugyanis hívogatnak itt már a telefonból, ömlik ki az X5-ös BMW stílusa a hangszóron keresztül. Tehát, hogy nincs igazi szakmai tapasztalata, meg szakmai végzettsége, csak van pénze, és vannak, uram, vannak kivitelezőim, meg vannak köműveseim, meg van üzém, van festőm, van mindenem. Generálban vállalok mindent. És amikor megkérdezem, hogy mi a szakmája, ja, hát neki csak pénze van, meg hát ő összeszedte az embereket. Na, az ilyen az abszolút felejtős. Tehát ez a legalja. Aki gyakorlatilag semmit nem tud se ütemezni, se szervezni, mármint szakmailag, semmit. Tehát ez a legalja a mostani építőipar, annak nem sokára lesz erről is egyébként egy podcastem, hogy ez miért egy rettenetes zsákutca. Az a lényeg, hogy tök mindegy, hogy egy ilyen kivitelező vagy egy köműves, vagy egy festő egyedül, vagy egy gázszerelő. Nem foglak tudni, és nem is akarlak tovább ajánlani. Lehetsz bármilyen kurva jó szaki, akkor sem. Én felépítettem most már másfél évtized alatt egy rendet. Hála Istennek a saját munkáim kapcsán, amik ténylegesen elvégzett munkák, tehát nem jutalékok, meg nem járulékok, meg egyebek, el tudom tartani a családomat, nincs szükségem arra, hogy ledegradáljam saját magamat, idegesítsem saját magamat, és ezért kapjak pénzt. Nekem ehhez
gyenge az idegrendszerem, nincs elég vastag bőr a pofámon. Egyébként ezt a választ el szoktam mondani mindenkinek, aki fölhív. Eleve már 5 perc, mire eljutunk idáig, hogy egyáltalán én el tudom mondani, hogy teljesen fölösleges beszélgetnünk, mert nem lesz semmiféle biznisz, mert nem fogok belemenni, de utána, amiket kapok SMS-ben, Facebook értékelésen vagy Google-ön, hát azt azért nem szoktam zsebre tenni. Nem véletlenül van minden közösségi oldalamon letiltva a kommentezés. Mert onnantól kezdve én vagyok a nagyképű barom, meg én vagyok a nem szakértő, meg én vagyok a minden, hát nekem erre kurvára nincs szükségem. És tudom, hogy van nagyon sok normális ember, aki engem követ, remélhetőleg hallgat is, és szívesen kommentelne, meg vitatkozna, de a közösségi médiának a színvonala olyan szinten leesett a, hát ez már nem a béka segge alatt van, ez már minden alatt van minőségben, hogy azt egyszerűen nem hiszitek el. Tehát aki nem ebbe van, és nem tart külön fent egy olyan embert, aki a kommenteket szűri meg egyebek, fú, gyerekek. Tehát a egymás anyjának a szidása, a podcastjeimnél a vendégeknek a szidása, de olyan ordinári módon, és olyan színvonalon, olyan stílusban, hogy egyszerűen már azt is, tehát a kommenteket kiszűrögetni, meg kiütögetni, meg kitiltani az embereket, egyrésztről rohadt sok idő, másrésztről pedig annyira, megint csak azt tudom mondani, lélekölő, hogy az embernek az életkedve elmegy, akár a posztolástól, akár a podcasteléstől. Ezt egyébként nagyon sok közösségi médiában dolgozó, vagy közösségi médiában saját cégét futtató ember mondja, hogy rettenetesen felborultak az arányok. Tehát míg korábban 10%-nyi volt a retardált debil, akik azért jöttek egy Facebook oldalra, egy Facebook csoportba, hogy romboljanak, és 90% volt a normális, ez megváltozott. Ugyanebben az arányban csak megfordult. És gyerekek, ez nem tartható. Nekem a Facebook oldalam, az Insta oldalam, az mostanra gyakorlatilag egy hirdetési felület. Kirakom oda a podcasteket, kirakom oda a posztjaimat, és le van tiltva a kommentelés. Saját oldalamon lehet kommentelni, ott szűröm, nagyon szűröm, illetve a YouTube videóim alatt lehet kommentelni, de ott is nagyon-nagyon szűröm. A YouTube videók alatt látom egyébként, hogy mekkora rohadt nagy parasztok vannak. Elmagyarázom az emberkének, aki nálam akar reklámozni, nálam akar hirdetni, azt akarja, hogy a kivitelezésbe ajánlgassam. Elmagyarázom normális hangerő, normális hangnemben, hogy nem, és hogy miért nem. És mi a válasz? Az, hogy megy a közösségi oldalra, lepontoz, egy csillagok, meg az anyám picsája, már bocsánat, meg a YouTube-on jönnek a izék, menj az anyádba kommentek, meg a hasonlók, meg egyébként más csoportokból hallom vissza. Nem érdekel egyszerűen. De pont azért, hogy lelkileg ne recsenjek bele ebbe az egészbe, ezért le vannak tiltva a kommentek. Nagyon komolyan gondolkodok azon is, hogy ott hagyom az egész Facebookot a csába, mindenestől, tehát beszántom a Facebook csoportot meg mindent, de annyi munkát öltem bele, hogy végső konklúzió, hogy kommentelni sehol, aki akar e-mailben és Facebook Messengeren elér, de nem, tehát telefonon nem tudok kommunikálni ennyit, mert egyébként a másik, tehát amin elérhető vagyok telefon, azon folyamatosan hívogatnak a kivitelezők, hála Istennek, hogy hívogatnak meg a megrendelőim, hogy kérdés van, ki kell menni, stb. Az is egy napi pár óra telefonálgatás, szó szerint pár óra telefonálgatás a másik telefonon, tehát az, ami publikus telefon, ha azt még mellé csaptam, akkor gyakorlatilag nem is tudnék semmit csinálni napközben a munka címén. Sokan kérdezik tőlem, hogy hát miért nem veszek fel egy titkárnőt? Hiába veszek fel egy titkárnőt, a titkárnő az ezeket a debileket bár le tudja rázni, de az összes többi kérdésre nem tud választ adni.
Tehát nem tud választ adni arra, hogy mikor vannak szabad időpontjaim, mert én szervezem a naptáramat, nem pedig egy külsős ember. Nem tud választ adni arra, hogy mennyire vállalok egy háznézést, mit tartalmaz és egyebek. Ezekhez én kellek. Én viszont írásban szeretem ezeket lekommunikálni, mert nagyon sok félreértésem volt már abból, hogy korábban telefonon kommunikáltam. Volt például ilyen, hogy elmentem Adonyba, azt hiszem Kossuth-Lajos utca, vagy nem tudom már mi volt, és Abonyba kellett volna. Telefonon vezetés közben beszéltünk, lefixáltuk a címet, így telefonba, vezetés közben diktálással beírtam a telefonba, és kész, és ennyi. De volt olyan, hogy tehát a másik, amikor fölhívnak, hogy hát meg szeretnének nézetni velem egy házat, és mit tartalmaz a háznézés. Van erre konkrét linkem? A rezsicsökkentéses ház szemléje is, kivitelezés ellenőrzése is mindenre, amit átküldök, olvassa át, és ha az alapján elég, az, amit tudok nyújtani, akkor oké. De volt olyan, hogy megbeszéltük telefonon, meg minden, és utána helységenkénti hőigény számítást, meg terveket kért tőlem, meg felmérési terveket, meg mindent, azért az összegért, ami csak a ház szemlét tartalmazza. És amikor mondtam neki, hogy ne haragudjon, de ezt elmondtam korábban, hogy ezek nincsenek benne, akkor persze én vagyok a szemét, meg a kókler, meg a izé, meg a minden. Nem, ilyet nem játszunk. Írásban kérdés, írásban válasz, ami visszakereshető, utána, hogy mit tartalmaz, ott van az összeg, és mindenki boldog, mindenki happy. Számomra ez így járható dolog. Még egyszer visszatérve itt a poszt eredeti témájára, vagy a podcast eredeti témájára, aki építésznek áll, vagy hát így projektmenedzsernek, építésznek, művezetőnek áll, nagyon-nagyon gondolja meg ezt a 10%-20%-ot. Nagyon csábító, rettenetes mennyiségű pénzt lehet vele keresni, de nagyon-nagyon vastag bőr kell hozzá. És higgyétek el nekem, hogy hosszú távon ebből csak a baj van. Nincs olyan, hogy az emberi természetből fakadóan, hogy valaki ne használná ki ezt az előnyét, hogy vele szemben te lekötelezett vagy ezzel a 10%-nyi jutalékkal. És még egy dolog, teljesen más az, hogyha valaki generál kivitelező, és az alvállalkozóitól kér el 10%-ot. Ugyanis az a 10%, amit elkér a generál kivitelező az alvállalkozóitól, az a munkaszervezés miatt van, az anyagbeszerzés miatt van, főként ott ennek a 10%-nak, ennek van egy mögöttes tartalma, ami nevezhetjük munkának is, gyakorlatilag nem jutalékot adsz a generál kivitelezőnek, hanem kifizeted a szervezését, felelősségvállalását, az elszámolási vitákat, a kockázatát, hogy ő vállalja a kockázatot azért, hogy ki lesztek fizetve, tehát hogy a projekt az folyik, és a megrendelő a végén fizet, amiből aztán kifizet téged is, adózás, egyebek, tehát ott van létjogosultsága az egésznek. De annak, hogy te ilyen, vagy valaki egy ilyen supervisorként, vagy kvázi hotdog emberként, mint én, tehát hirdetési felületként a megszerzett reklámértékét, vagy hírértékét eladja 10%-ért, hát ennek rettenetesen nagy kockázata van. Én ezt nem is vállalom. Szóval kommunikáció írásban, mailen, messengeren, telefonon, ha felhív egyébként bárki, megy egy automata válasz SMS a e-mail címmel és a messenger elérhetőséggel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a nem fogadott hívásokra nincsen reakció. Van. Megy ki naponta az a 70-50-80-100 SMS válaszként automatába, hogy nem fog tudni elérni telefonon, keressen mailben vagy messengeren. Aki erre úgy reagál, hogy engem nem lehet elérni, azzal nem tudok mit kezdeni. Ennyi lett volna ez a új headsettel ez a podcast. Reméljük, hogy jó minőségű lesz, így autópályán 130-as tempónál, viszont hallásra legközelebb. Sziasztok!